Ez nem egy teszt lesz most, nem egy konkrét hangfalról lesz szó, csak magára a klips jelenségről, amelynek az ötlet onnan származik, hogy mi történik a Facebook csoportunkban. Ugye itt több mint 500-an vagyunk most már, úgyhogy ez 500 ember pontosan tudja, hogy mire gondolok. Aki nem, annak el fogom gyorsan röviden magyarázni. Az alaptörtént az annyi, hogy a Facebook csoportunkban a saját szettüket mutató embereknek szerintem a 60-70% az klips tulajdonos. Amelynek a végeredménye, hogy egy elég erős ellentábor és rajongó tábor is megjelent, akik ugye véleményt nyilvánítanak, hogy, hogy ez jó, nem jó, aki nem szereti a klipset, az arról beszél, hogy nem érti, hogy miért ilyen sok ember vesz klipset, és nem más, és annál sokkal jobb is van ugyanilyen, És akkor ez a vita megy, ez nagyjából tök ugyanúgy néz ki így kívülről, vagy így messziről nézve, mint az Apple Android témakör, hogy valaki ebben hisz, valaki abban hisz, valaki leszaroz, hogy ez túl drága, valaki azt gondolja, hogy alulárazott, és hogy ez a legjobb, amit kapatsz. Pénzedért. Úgyhogy egy ilyen nézeteltérés van hogy nem csak itt, hanem minden nemzetközi fórumon. És általában ez nagyon nagy rész a klipsekről szól, mert van egy olyan státuszuk, amely nagyjából a Bluetooth hangszórók kategóriájában a JBL-nek, hogy nagyon sok el van belőle adva, és nagyon sok boldog tulajdonos ezt mutogatja. Na most ugye, mint mondtam, itt nem termékekről, vagy konkrét terméket szeretnék itt véleményezni, vagy tesztelni. Magát a klipseket sem szeretném ö ö, se így, se úgy jellemezni, most most nem erről szól, inkább csak arról, hogy hogy miért van az, hogy a klipsről ilyen sokan beszélnek. Az egyik mértje szerintem ennek a nagy klipsimádatnak az az, hogy szájhagyományukján ők nagyon jól terjednek, tehát nagyon sokan ajánlják ezt, és inkább nem kereskedőkre gondolok itt, vagy szakmabeliekről, hanem inkább arról a rétegről, aki aki megmarad az átlag felhasználó körében, tehát hogy vesz egy klipszettet magának, mert neki az tetszik, és utána ezt a környezetében ajánlja nagyon nagy lelkesedéssel. És hogy ezt a csoportban is látjuk, ugye egy klips tulajdonos mit csinál, megosztja a klipseit, utána jön a válaszra, hú, nekem is klipsem van, nekem is, nekem is, nekem is, és így terjed ez az ige, és igen, vannak emberek, akik ezt, ezt látván, nyilván ők is ugyanazt akarják, ez a tömeghatás, ez pont ugyanígy működik az Apple termékeknél, pont ugyanígy működik egy McDonald's, egy KFC-nél, egy Tesco-nál. Tehát, hogyha ennél több helyen megjelenik valami, egy brand, egy márka, egy szolgáltatás, akkor mindenki tudni fog róla, és ez automatikusan egy garanciát vállal arra, hogy ez minőségben ő számára jó lesz valamilyen szempontból. Ez a tömeghatás, ez mindenre rávetíthető, tényleg szolgáltatástól kezdve a termékekig. Na most a klips ugye ezzel szemben nyilván, hogyha nem lenne valamilyen hatásos hangja, akkor az emberek ugye nem vennék meg, tehát ugye nyilván ezt jól is kell neki szólnia. És azt gondolom, hogy alapvetően nyilván volt nekem egy ilyen 250 ezer forintos hangfalakról szóló videóm, ahol, ha jól emlékszem, azt mondtam, hogy ez szól a legnagyobbat, és hogy mozira a legbrutálisabb ő lesz. Ezt még most is így gondolom. Most ez nem azt jelenti, hogy ez a legjobb, vagy hogy ez, ez minőségben többet nyújt, mint a másik, de az egészen biztos, hogy ami mondjuk a Clips R820-as méretben, ugyanabban az árfekvésben, egy olyan hangfalat nem tudok még most sem mondani vagy mutatni, amely nagyobbat szól, így, így mennyiségre vagy hangnyomásra. Most, mint mondtam, ez megint nem a minőségről szól, hanem inkább erről a nagyságérzetről. Na most, amikor egy kezdő laikus elmegy hangfalakat nézegetni, akkor mit fog hallani, hogy meghallgatja ezt a klipset, mellette öt másikat akár többér, kevesebbér vagy hasonló átfekvésben, és ez lesz a leghatásosabb számára. A klipseknek van egy úgynevezett V hang karaktere, ami azt jelenti, hogy amikor a frekvencia görbét nézzük, akkor ez nagyjából egy ilyen V formát ölt. Ez azt jelenti, hogy a mélyek kicsit előre vannak tolva, és a magasabb frekvenciák is előre vannak tolva, míg a középtartomány egy kicsit hátrébről vagy messzebbről, vagy mondhatni a mély és magas tartományhoz képest sterilens szól. Ennek lesz egy olyan érzete, hogy sok még sok magas, ergo kontrasztos és hatásos. 10-ből 9 teljesen kezdő a legjobbnak hallja és ítéli meg. Ezt tapasztalatban mondom, látom, és minden, ami visszafogott, lágyan szól, sterilen szól, az olyan, mintha rossz lenne a klipsek mellett. Na most itt inkább az állódobozokról dobozokról beszélek, és nem a polcsugárzokról vagy a kicsikről, mert ez egy másik történet. Ott ők egyébként az R51 vagy 41, és ez kifejezetten kicsinek mondható. Az RP sorozatban egy másik körül, a majd külön szeretnék beszélni. Tehát alapvetően van egy ilyen hatásvadász hangja, amely nagyon sokak számára kecsegtető. Nyilván hozzá lehet rakni azt, hogy hogy néz ki, van egy ilyen legendás vagy klasszikus színvilága ezeknek, ugye ez a rész színű hangszóró, most hogy ez mennyire igazi rész, vagy nem rész, vagy ez már csak egy márka jelzés, az egy teljesen külön kérdés megint. A lényeg az az, hogy van egy ilyen méret, hangzás, kinézet, árérték, arány, ö, háromszög, négy, ötszög, amely azt eredményezi, hogy rengeteg ember ezt választja, mert ezt tetszik neki a legjobban. Kifejezetten emlékszem, hogy én először hallottam a nagyobb klipseket, nekem is abszolút meggyőző volt, és tetszett, de pont azért, mert hogy minden egyes modern zene, amiben tudom, hogy, hogy mondjuk egy klubban egy szórakozóhelyen hogy szól, az egyik hangfalon sem szólt úgy, mint ahogy ő rajta szólt. Tehát az volt a leg. leg Klub hűben, mondjuk úgy. És nyilván, hogyha mondjuk egy egy elektronikus zenét hallgatsz, akkor az, az te hol halod élőben, mondjuk, mondjuk egy előadó játszik valahol, egy klubban, egy szórakozó helyen, ahol brutális erőteljességgel szól. Na ehhez az élő elektronikus zenei hangzáshoz a legközelebb, valóban a legnagyobb álló klips hangfal áll. És hogyha bármely más gyártónak a termékét mellé rakod, az nem fog ilyen nagyot és hatalmasat szólni. Na most ismét vissza szeretnék kanyarodni, de, hogy ez nem a minőségről szól, vagy hogy akkor ez most jó, hanem valamilyen, valamilyen hatást elér az emberek nagyon nagy százalékánál, ami miatt ilyen nagy mennyiségben ezeket választják. Egy tök jó példa erre az imádom-utálom hozzáállásra a kapcsolatban, az RP600M, az egy ilyen 210 forintos polcsugárzó. Ezt az eredeti árai szerintem Magyarországon senki nem vásárolt még ilyet, legalábbis én csak egy, egy tip, de én azt gondolom, hogy nem egy reális ár érte. Külföldön viszont ez nagyon pörög. Mindenki, aki Youtube-on teszteket készít úgy, mint én, ezt, ezt az egekig dicsérte, hogy ez mennyire jó, mennyire jó hallgatni, mennyire valóságos és szórakoztató. Hát és én azt gondoltam, hogy ez mondjuk 130 ezer forintért, amíg lehetett itthon kapni akciósan. Ez egy jó vételnek minősült, nagyon sokan vitték, szerintem mindenki elégedett vele a mai napig, aki használja. Én meg ültem előtte, hát mondom így, hogy akciós, kéne róla egy tesztet csinálni, és én hallgattam, hallgattam, és nem itt Tehát, hogy azt látom, hogy olyan emberek, akiket én, én kedvelek ö, szakmailag, és, és, mondjuk látom a Youtube-on milyen videókat készítenek, nagyon minőségi, jó dolgokat hallgatnak, komoly tapasztalatuk van, még ők is imádták ezt az rp 600 m én még itt ültem, és értetlenkedtem, hogy miért. Nekem kicsit sem tetszett, nem, nem éreztem benne azt, ami ahhoz kell, hogy én elköltsek erre akár 130 ezer forintot, de 210 ezer forintot meg pláne nem. Úgyhogy nyilván az érdekesség az ebből ered, hogy hogy vagy nagyon imádja valaki a klipset, vagy egyáltalán nem. És ezt én nap mint nap tapasztalom, hogy, hogy valami nagyon valamiért nyújt a klips, ami nem lehet sorsemleges valaki számára, hanem valami irányba elbillenti az ízlésnek a határán, hogy imádni fogja, vagy egyáltalán nem fogja imádni. A lényeg, hogy az ízlés dolga szerintem, tehát hogyha neked a klips tetszik, akkor ne azt számítson, hogy más gondol, hanem vegyél egy klipset magadnak, úgyis neked kotthon használni, nem a másik embernek, akinek nem tetszik, úgyhogy ez nem kell foglalkozni. Hogyha te meg nem szereted a klipset, akkor nem kell másokat szapulni szerintem azért, hogy ő klipset vesz, mert hogy te szerinted van jobb is. Nem ez a lényeg, hogy te mit gondolsz, hogy te mit hallasz, hanem hogy az, aki kiválasztja magának a terméket, ő élvezze otthon a négy fal között. Most az, hogy meg mondjuk részből van -e a hangszóró valóban, vagy hogy ez mennyire valós, szerintem az is tök mindegy, mert hogyha van egy hangfalad, aminek használt WC papírból van a membránja, de közben meg tök jól szól, akkor, akkor miért ne lehetne azt élvezni? Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek ilyen nem annyira lényeges elemei a dolognak. Ha valakinek tetszik, akkor hallgassa és használja, ha nem, akkor meg nem, az kész. Egy szó, mint száz van, egy Facebook kifi hogy tudsz csatlakozni, a leírásban megtalálod ennek a linkjét, úgyhogy gyere és csatlakozzál. Az ennyi.